És nagyon örülünk neki, hogy ilyen sokan vannak, és tudom, hogy a legtöbben valamely kis gyermekhez tartoznak, úgyhogy különösen izgulnak itt mindenki azon, hogy hogy fog szerepelni a Nebuló. Bízunk benne, hogy mindegyiknek sikerülni fog előadni a kis produkciót, amivel készültek. A tanulóinkon kívül lesznek felnőtt zenészeink is, hiszen vannak volt tanítványaink, akik visszajöttek, profi zenészek lettek azóta már, ők is fel fognak lépni. És hát még olyanok is lesznek, akiknek az ég adta világon semmi köze nincs a zenéhez, mégis fellépnek, nekik majd bocsássanak meg, azt szeretném kérni, és akkor bízunk benne, hogy ők nem rontják el a hangulatot, és átadnám a szót az egyik kollégámnak, hogy mondjon egy pár szót. Előtte azonban elmondanám, hogy kik azok a kollégák, akik felkészítették a gyerekeket. A fúvósokat Korolovics Lajos tanár úr készítette fel. A zongoristákat Károlyi Zsófi. A szólógitárosokat Fitos Csaba. A basszusgitárosokat új kollégánk Lovász Barna. És az ütősöket, dobosokat Hoff Marcell. És akkor átadom a szót a jazz munkaközösség vezetőnek, Korolovics Lajosnak. Jó estét kívánok mindenkinek. Hát nem tudom, hány év állunk már itt. Már nem úgy, hogy akkor ide álltunk és folyamatosan itt állunk, hanem hogy így évről évre. Van ez a jazz karácsony, annak idején a Budai Művészképzővel indult ez, akkor még ez egy magánintézmény volt, és azóta pedig már a Boglári Zeneiskolához tartozunk, mint jazz tanszak, és idén is természetesen itt vagyunk, és nekem is nagy örömömre szolgál az, hogy ilyen sokan. Amit fontosnak tartok elmondani, a furcsa világban élünk, és annak idején Hanvas Béla azt mondta, hogy két megszentelt tevékenység létezik, még ezt 1960-valahányban mondta egy eszébe, a földműves és a zenész. Tehát, hogy ez a két olyan tevékenység, ami azt hiszem azt a harmóniát tudja az embereknek biztosítani, mert miatt mi ezt állandóan csináljuk. Én mindig mondom, a zene az Isten nyelve, és ezen nem lehet sem hazudni, sem félrebeszélni, legalábbis nem szabad, és ezen próbálunk mindig munkálkodni. Most a legkisebbek fognak következni, és Fitos Csaba a felkészítő tanáruk ennek a zenekarnak. Mindjárt elmondom név szerint, hogy kiket látnak a színpadon. Akit nem látnak, ezzel kezdem, mert sajnos beteg 39 fokos láza van, ő a zongorista Frankó Maja, aki ma este nem tud itt lenni, mert 39 fokos lázzal fekszik, de azért kérek neki egy tapsot. Szegény otthon nagyot hisztizett, hogy ő mégis jön, de nem tudott jönni. Tanárnője Károly Zsófia fogja helyette a magyar hangját eljátszani. A dobok mögött Tóth Olivér kollega. Basszusgitáron Gazdag Ricsi. A rossz gyerekek mindig a sarokban vannak, ő a Tűrjei Attila. Nem rossz gyerek, hanem hülyeség. Elől Nagy Lilla szaxofonon. Illetve szintén Buzsáki Bálint szaxofonon, amit előadnak egy country dal, a címe Red River.
ők voltak a hétfőzenekar, tehát. Hagy mondjam el akkor itt is a fellépőket, és aztán utána Marci idejön, és gyakorlatilag felkonferálja az ő kis zenekarát. Tehát a doboknál Fritz Márton, a basszusgitáron Tóth Bálint, gitáron Gáspár Bendegúz, zongoránál Dankó Rémról, szakszofonon Tiles Márton, fuvolán Pálfi Rozi, és másik szakszofonon Zsíros Bakelban. Három dalt fognak elő. Szeretettel köszöntök mindenkit. Kicsit beteg vagyok, de ezen a héten azért még próbáltunk. Amíg a fiúk szerelnek, addig elmondom, hogy igazából a zenekaroknak mindig adunk nevet, de tavaly ez a formáció kicsit másképp nézett ki, volt egy-két tagcserénk, és ugye tavaly Irgum Burgum zenekar néven működött a csapat, akkor ezt valahogy ilyen gyorsan, spontán sikerült kitalálni, de most egész évben valahogy nem tudtam, hogy hogy fogjuk nevezni, és ugye mivel nincsenek véletlenek, ezért teljesen véletlenül tegnap született meg a zenekarnak az új neve, vagy hát az új zenekarnak a új neve, egy ilyen pihenés, a két szám közötti pihenés volt éppen, és én szoktam néha ilyen vicceseket mondani, vagy hát szerintem vicces, aztán nem mindig, szerintük nem mindig. És valahogy szóba került az, hogy a DNS egy vicc kapcsán, és akkor a poént azt nem mindenki értette, és megkérdezték páram, hogy de Marci bácsi, mi az a DNS? És szakavatott kollégám, aki ebben többszörös diplomás már, a Tiles Marci, ezzel kapcsolatban hosszasabban kifejtette, hogy hogy is van ez a DNS, és hogy egyáltalán hogy történik ez. És az volt a végkifejlete ennek az egésznek, hogy tulajdonképpen a DNS-eink ugye megegyeznek nagyon nagy százalékban az embereknek is, de hogy a növényekkel is, és hát hogy felkiáltott, hogy igazából fiúk, mi 60%-ban banánok vagyunk. És ez nekem annyira megtetszett akkor, hogy ez igazából ők mi nem tudják, de hogy mondtam is nekik, de lehet, hogy már nem emlékeznek rá, mondtam, hogy na, megvan a zenekarnak a neve, az a zenekar neve, hogy 60% banán. Tehát ez ilyen hosszú bevezető volt, de így már legalább értitek, hogy telnek a próbák is. Tehát jó.
Próbálom.
Lovász Barna zenekara fog következni. A Barnabás itt van a színpadon, ő az, kérek neki egy nagy tapsot, idén jött hozzá basszusgitár tanár, és mindjárt büntetésből kapott egy zenekart, hogy legyen mit csinálni, tehát ne unatkozzon. És így hát van egy nagyon szép zenekara neki, legalábbis a Justi az szép, a banánok azok nem annyira fajnak, de na mindegy. Tehát a lényeg, hogy akkor bemutatnám egyébként a zenekart. Horváth Márton lesz a dobos, ő már régi növendőkünk. Székely Attila fog basszusgitározni. Durcsány Juszti zongorázik. Gál Zoltán gitározik. És Zsíros Berci fog szakszofonozni. Meg majd én is. Thank you.
az a zenekar következik, amit én csinálok. Marci már itt az előzőt elunta, úgyhogy hamarabb befejezte a számot, lett volna még egy téma komolyan. Csak ő most játszik megint, azt mondta, menjünk időre, mert lehet, hogy csajozni akar, én nem tudom. De minden esetre a doboknál Horváth Márton lesz, a basszusgitároknál Korolovics Péter. Már jönnek befelé. Foglaljatok helyet, fiúk, tényleg. Ti következtek. Gáz Zoltán marad a gitáron. Szalai Szabolcs fog zongorázni. Dankó Tasi majd jön szaxofonozni, és majd most jön az a két ember majd ebbe a programba is, meglepetésként, akinek tényleg semmi közük a zenéhez, de majd meglátják. De minden esetre, hát ők is lesznek. A mai műsorban itt 7 dal fog elhangzani, ők a legnagyobbak jelen pillanatban az iskolánkban, és az első dal az Lee Ritenernek lesz a Rio Funk című nótája. Thank you.
Szólót játszott Gál Zoltán, gitáron Korolovics Péter, basszusgitáron Szalai Szabolcs, zongorán. Most jön az a két ember, akinek semmi köze a zenéhez. Hát zeneiskolán kellett a tanszakom, tiszteletbeli tagja, a Szabolcsnak az édesapja, Szalai Kornél, előttem az utódom, fáradj be Kornél, légy szíves, ő fogja következő számba a zongorát, és természetesen Türjei Attila igazgató úr, ő pedig gitározni próbál a fia után szabadon. A dal, amit előadnak, a Fly Me to the Moon, és ennek a szólistája viszont most már innentől kezdve Dankó Tas, szaxofonon. Sweet Home Chicago.
következő dal az End What If I Don't, Herbie Hancock szerzeménye. Szalai Szabiról szól a dal, megtalálja a kottenet. Ma még, igen. Van, akinek lerepül, van, aki nem találja. Te érdekes ez a kotta dolog. Az a legjobb, mikor az ember tudja kotta nélkül. Azt mondja, tudja. Hát akkor... Csak úgy, mint a kicsit nincs készülnek egy meglepetéssel.
Ehhez kéne nekünk egy volt növendékünk, akinek az este második, akiről az est második fele szólni fog. Ő Parragi Rebeka nálunk tanult, és most már a budapesti Bartók Béra Konzervatórium jazz tanszakos növendéke. Máma, hogyha minden igaz, akkor Mikulással fog itt nálunk avanzsálni, úgyhogy szeretném is a színpadra szólítani Rebekát. És Attila Türje Attila ebben a számban is szintén gyakorlatilag gitározni fog. Hát túléljük! Thank you.
Hát három dal fog következni. Az első az egy blues lesz, a második az nem egy blues lesz, az egy swing lesz, és a harmadik szintén egy blues, egy mall blues. Úgyhogy hallgassák őket nagyon-nagyon sok szeretettel. Thank you.
Thank you.
Thank you.